Vitorlázás, Paks először vesz részt a nemzeti regattán. Urándioxid, a fűtőanyag útját járhatták végig a sajtóképviselői az atomerőműben. Zöldalma, a Bezerédi Általános Iskola diadalmaskodott a környezettudatos programban. A Telepaks kistérségi televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Paks az idén először vesz részt a nemzeti regattán, Magyarország településeinek vitorlás fesztiválján. A kétnapos rendezvény sorozaton 52 település versenyez a Balatonon, miközben Siófokon a városok sétányán ismerkedhetnek meg Magyarország településeivel a látogatók. Paks város önkormányzata is megméreti magát a vitorláshajó versenyen, míg az Atomerőmű Sportegyesület sárkányhajó csapata a sárkányhajó versenyen indul a város színeiben, az eseményt június 9-e és 10-e között rendezik. Legyen egy olyan országos rendezvény, amely lehetőséget biztosít egy seregszemlének, ahol két napig valóban együtt él, mozog, lélegzik és legfőképpen együtt és egymásra mosolyog az ország. A színes programok közt megtalálható a települési ízek versenye, koncertek, gyerekprogramok és foglalkozások egész nap, sárkányhajók, egészséges életmódhoz kapcsolódó programok. Ez az idei nemzeti regatta mottója, amelyen először vesz részt Paks városa. Az eseményt június 9-10-én rendezik Siófokon, a program előtt a paksi városházán tartott sajtótájékoztatót a település vezetés. Ez Paksváros számára azért is fontos, hiszen meg tudunk jelenni ezen a rendezvényen. Ez egy újabb imázsépítési lehetőség a város számára, hiszen, ahogy az előbb mondtam, az ide érkező turisták szerintem rengetegen el fognak ide látogatni, megismerkedhetnek a paksi standdal, szakképzett kollégák lesznek ott, akik tényleg részletes felvilágosítást tudnak nyújtani az odaérkező érdeklődőknek. A vitorláshajó versenyre a szervezők nem profi csapatokat várnak, ezért az önkormányzati alkalmazottak közül 8-an ülnek fel az árbócosra, kapitányt a rendezők biztosítanak. A sárkányhajó versenyen is hasonlóak a kritériumok, a 10 főt az atomerőműesek kajakkenu szakosztálya biztosítja. Az ember egyetemisták fogják alkotni a paksi csapatot, akik itt kajakoztak, kenusztak ugye az Atomerőmű Sportegyesület kajakkenu szakosztályában, és hát bízunk benne, hogy majd minél tovább menetelnek a vetélkedőkbe. Ahogy néztem az előzetes műsort, hogy egyenes kieséses rendszerben fogják lebonyolítani a versenyt, a szombat, illetve a vasárnapi napon 10 óra 30 perctől 15 óráig vannak tervezve a sárkányhajó futamok, és hát nagyon remélem, hogy el tudunk állni majd tisztességgel a versenyen. Siófok az idei évben várossá válásának 50. évfordulóját ünnepli, a dr. Lengyel Róbert vezette település 4 milliárd forintot fordít városmarketingre. A nemzeti regatta kiemelt jelentőségű az országos médiumokban is, ezért döntött úgy Paks városa, hogy részt vesz az eseményen. A Krúdi sétányon lesz a paksi stand megtalálható, készülünk egy paksi fotófallal, amin paks nevezetességei láthatók, illetve egy kenuba lehet beszállni, és ott lehet fotózkodni az arrajároknak. Készülünk az új kiadványainkkal, ahogy polgármester úr is mondta, szakemberek lesznek a standon szombat és vasárnap reggeltől egészen este 7 óráig, ahol tájékoztatást adunk a városi látnivalókról, a programjainkról, és ezen kívül pedig a hajós versenyeken fogunk részt venni. Az urándioxid fűtőanyag útját járhatták végig a sajtó képviselői a paksi atomerőműben. Az üzemi területet a beszállítói folyosótól kezdve a friss üzemanyag tárolóig bejárhatták az érdeklődők, majd a kiégett kazetták átmeneti tárolóját is megtekinthették a látogatók. Az üzemanyag kazetta útját mutatták be a sajtóképviselőknek az atomerőmű üzemi területén. Az esemény a tájékoztató és látogató központban kezdődött, ahonnan rövid útmutatást követően az ellenőrzött zónába mentek a látogatók. A beszállítói folyosó után az egyes kiépítés friss üzemanyag tárolójába is betekintést nyújtottak. Az üzemanyagot táruló kazettát akár szabadkézzel is meg lehet fogni, a védőkesztyű használata csak azért kötelező, hogy a kazettát megvédjük a kezünkön lévő szennyeződésektől. Ez egy tiszta helység, itt tároljuk a törvény szerint számunkra elő 2 évnyi üzemanyag mennyiséget, és most a sajtóbejárás keretein belül megmutattuk a sajtómunkatársainak, hogy hogy néz ki a kazetta, kicsit meg lehetett simogatni, megfogni, meséltük róluk egy kis dolgot, egy-két érdekes dolgot. Megmutattuk azt, hogy mekkora az a mennyiség,
ami 2 évre elegendő. A reaktorcsarnok után a kiégett kazetták átmeneti tárolójának megtekintése következett. A sajtó képviselőit Barnabás István üzemeltetési igazgató kalauzolta el. Valahol ezeknek lenniük kell, ugye az atomerőműben nem lehet ennyit tárolni, mert ott megtelnek ezek az úgynevezett pihentető medencék, úgyhogy ezt találták ki Magyarországon a 90-es évek elején a döntéshozók, miután ugye egy darabig egy-néhány száz kazettát visszaszállítottak először a Szovjetunióba, aztán Oroszországba, de aztán ez nem igazán volt járható út, elsősorban politikai okok miatt, nem műszaki okok miatt, hanem politikai okok miatt, és akkor kitalálták, hogy építsünk ide egy átmeneti tárolót Paksra, az atomerőmű mellé, ahol legalább 50 évig lehet tárolni ezeket a kazettát. A kiégett kazetták mozgatásának minden egyes fázisát bemutatták a látogatóknak. Hamvas István, az atomerőmű vezérigazgatója az eseményen a média kiemelt szerepét hangsúlyozta. Ahhoz, hogy az üzemanyag tárolóba is bevigyünk valakit, ez az, amit a leginkább kézzelfogható bemutatásnak tartunk. Konkrétan, ha valaki megfoghatja az üzemanyagot és meggyőződik arról, hogy ez az anyag olyan, amit meg lehet fogni, és nem az a mumus, ami egy misztifikált valami, amit ő csak félni lehet, ezzel a realitással megismerkedést teszi igazán hitelessé. Egyrészt az erőnket, másrészt ad lehetőséget a média képviselőnek arra, hogy ezt a hiteles képet mutassák a külvilág felé, ne pedig a rémképeket fessék. Hamvas István az eseményen a közelgő nyugdíjazásáról is beszélt. 8,5 éve elmentünk nyugdíjba, és hogyha a kedvezményeket, nyugdíjkorkedvényt nem veszem figyelembe, akkor is 3,5 éve elmentnék. Nem tettem, bár lehetőségem kínálkozott akkor, amikor a Paksi Atom vezetésének a nyugatira való cserélésével kapcsolatos szándékok megfogalmazottak. Már akkor eldöntöttem, hogy oké, rendben van, amikor eljön a méltó munkakör átadás ideje, akkor azt a nyugdíjba vonulással fogom megoldani. Hát eddig még nem volt erre lehetőség, hiszen egy politikai ciklus vége felé azért elég nehéz egy ilyen pozícióban személycserét végrehajtani, hiszen ki az, akit fel lehet hatékony, vagy mondjam, úgy kérni, hogy komolyan is elvállalja a ciklus vége előtt. Most ez az úgy gondoltam, és ez volt a bevállalásom, hogy akkor 18-as választásokat követően lépem meg ezt. Sajtóértesülések szerint Hamvas István utódja, Pekári Géza, a jelenlegi műszaki vezérigazgató helyettes lehet. A Ne menj el mellette című pályázaton indultak a Bezerédi Általános Iskola tanulói, amelynek keretében az iskolának otthont adó Kornis kúria történetét kívánják bemutatni. Ennek apropóján előadást tartottak a kúriában a diákok. 1913-ban volt az iskola 20 éves fennállásának egy jubileum ünnepsége, hasonlóan, mint most, és akkor a szervezők viselték ezt a piros-fehér-zöld nemzeti karszalagot, és ezt a gyűjtemény egy árverés során került az én gyűjteményembe, és szerepel rajta egy felirat, a Magyar Királyi Polgári Fiúiskola zászlószentelési ünnepsége. Dr. Hanol János jogász bőséges helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezik, a karszalag a Bezerédi Általános Iskola iskolatörténeti kiállításán megtekinthető. Az intézmény tanulói a Ne menj el mellette címmel a miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkársága által a Kulturális Örökség Európai Éve alkalmából meghirdetett pályázaton vesznek részt, melynek elemeként előadás keretében mutatták be az érdeklődőknek az iskolának otthont adó Kornis kúria történetét. Ebben a pályázatban, a mi iskolánkban a 10-14 éves korosztály célozták meg. Az volt a cél, hogy megismertessük a gyerekeket helyi emlékekkel. A pályázat címe az, hogy Ne menj el mellette, és így került a választás, mivel 125 éves a mi iskolánk, a Kornis kúriára, az egykori polgári iskola épületére. A pályázati munka június 15-éig folytatódik, addig még a pályázati anyagot összefésülik. Szeptemberben derül ki, melyek lesznek a győztes pályamunkák. Ezen a rendezvényen most be fogjuk mutatni a Kornis kúria építését, be fogjuk mutatni, hogy polgári iskolaként hogyan, mint működött, és most jelen pillanatban mire is használjuk ezt az épületet, és még elmondhatom, azért is választottuk ezt az épületet, mert szeretnénk adózni egy kedves tanárunk emlékének, ő nem más, mint Bence Barnabás, minden titkok tudója, és szeretnénk az ő emlékének is ajánlani ezt a mai programot. A kúriát alsósok és felsősök is használják, ma már csak szaktantermek vannak benne, de a pályázat készítőit, a 6.-7. osztályos diákokat olyan szerencse érte, hogy 2 éven át a kúriában volt a tantermük. Felolvassunk egy szöveget,
és ezt gyakoroltuk igazából. Ez a polgári iskola múltjáról szólt, és ennek ezt felosztottuk, ezt az anyagot. Engem már nagyon régóta érdekelt ez, meg most is érdekel, meg nagyon érdekes volt, amit én kaptam szöveg, meg amit a többiek, az is nekem. A hetedikes lányok már korábban is foglalkoztak az iskola múltjával, hatodik osztályos társaik pedig, mint Eszter is, csatlakoztak hozzájuk a pályázati munkában. A délutáni Kornis Kúria történetéről, Paks életében betöltött szerepének változásairól, romlásáról és megújulásáról szóló előadás után az érdeklődők megtekinthették az iskola történeti kiállítást és a Pince galériába látogathattak. A paksi Bezerédi Általános Iskola diadalmaskodott az idei Zöldalma programban. A 2017-18-as tanévben 6 oktatási intézmény csatlakozott a projekthez, amelynek fő célja a környezettudatos nevelés volt. Egymás mellett sorakoznak a csillogó serlegek, ezek jelezték az érkező diákoknak, hogy véget ért az idei tanévben megszervezett Zöldalma program, az idei versenysorozatban is több részállomás várta a diákokat. Összesen 4 paksi, valamint a Németkéri és a Pusztahencsei iskola vett részt benne. Ebben az évben is volt tavaszi és őszi virágosítás, amelynek keretében virágpalántákat osztottunk ki az iskoláknak, illetve volt télapó és nyusziváró a Sóballangban, ahol mindig kézműveskedhettek a gyerekek, és volt egy környezetvédelmi vetélkedőnk, melynek ahol a Dunát mint témát dolgozták fel, és abból mérték össze a tudásukat. A program ünnepélyes eredményhirdetését kedden tartotta az alapítvány, a legjobban a paksi Bezerédi Általános Iskola tanulói örülhettek, ők lettek az elsők. Számítottunk, hogy elsők leszünk. Hát nem tudom, hogy milyen volt a verseny, könnyű is, meg nehéz is. Mennyit gyakoroltatok? Nagyon sokat. Egy hónappal ezelőtt, amielőtt volt ez a verseny, ezelőtt kikaptunk egy ilyen 5 vagy 6 oldalas lapot, és utána még egy 2 oldalas lapot kaptunk még, mondjuk, hogy megtanuljuk, és így hát így elsők lettünk. A győztes csapat tanára szerint megérdemelten nyertek, ugyanis már a részfordulókban is jól szerepeltek. Mi ennek a végeredménynek most nagyon-nagyon örülünk. 2005 óta a kezdetektől részt vesz a Bezerédi Általános Iskola programban. Virágosztás, kézműves foglalkozások, illetőleg egy szellemi vetélkedő vár mindig a gyerekekre. Szerintem nagyon jó a program. Minden díjazott osztály serleget, oklevelet és vásárlási utalványt kapott, a program szervezői jövőre is hasonló érdeklődésre számítanak. Jövőre a 2018-19-es tanévvel is tervezzük, mert meglátjuk, kicsit át szeretnénk szervezni, van, ami programok megmaradnak, valamit pedig szeretnénk újítani. Böszörményi Gyula, magyar író, újságíró volt a vendége a Csengei Kulturális Központban tartott író-olvasó találkozónak. Böszörményi Gyula a Gergő és az Álomfogók című meseregényével lett országosan ismert 2002-ben. Ifjúsági, sci-fi és fantasy regényeket, novellákat ír, amelyekben különleges mitológiai, népmesei elemeket használ fel. Esszé kötetei is ismertek, valamint jelentősek színpadi, rádiós és televíziós munkái, forgatókönyvírója volt egyebek között a Barátok közt, valamint az Űrgammák című televíziós produkciónak. A dedikálással és könyvvásárlással egybekötött esemény teltházat vonzott a központ nagyklubjában. Teke maratonra várja az érdeklődőket az atomerőmű ESE Teke szakcsoportja az ASE csarnok mögött található Teke klubba. Az esemény több éve nagy sikerrel zajlik, idén június 8-án pénteken reggel 8 órakor kezdődik. Nincs fiatal, vagy nagyon kevés a fiatal, akik olyan örömmel állnának be a Teke sportba, mint ami annak idején mi. Tavaly is érkeztek vidéki vendégek, és idén is jön a szexuális vizitásulat az atomerőmű ESE Teke szakcsoportjának 2 napos rendezvényére. A program célja a sportág népszerűsítése, valamint játék lehetőség biztosítása a gurítani vágyóan a közönségnek. A maratoni Teke hétvége június 8-án pénteken 8 órakor kezdődik. A legnagyobb változás az, hogy most nem non-stop zajlik a rendezvény, mint idáig, ugyanis hát nem véletlenül az éjszaka, a hajnal annyira nem jött be a vendégeknek, inkább mindenki nappal vagy este szeretett volna akár buliból, akár sportból jönni. Úgyhogy most úgy hirdettük meg a rendezvényt, hogy reggel 8-tól este 10-ig, 2 napon keresztül. Most ezek talán olyan időpontok, amik vállalhatóbbak azoknak, akik nem szoktak úgy ide járni, és gyakrabban, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyobb érdeklődés lesz.
A program első napján 8-tól 16 óráig a diákok a főszereplők, sorrendben a Deák, a második Rákóczi és a Bezerédi Általános Iskola, később a Vagbottyán Gimnázium és a Balogantal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium jön. Ezt követően a nagy közönség érkezik. Az idei motto: ki tud többet gurítani telire és tarolásra. Minden résztvevő próbálkozhat az 50 teli és az 50 tarolás gurítással, de ezen kívül lehet 40, 50 és 60 vegyes gurítást is vállalni. Az 50 teli vagy tarolás gurítás legjobbjait külön díjazásban részesítik a szervezők. Egyre többen jönnek ide, és ugye egyre több csapat is indulna nálunk a városi bajnokságban. Hát sajnos limitálva vagyunk, tehát mondtam, hogy csak kihalásos alapon lehet bekerülni. Ha feloszlik valamelyik csapat, vagy esetleg megszűnik, akkor lehet valakinek bekerülni ebbe a városi bajnokságba. És hát rengetegen szeretnének jönni máskor is, ugye, mikor a tekepálya itt van, az adottság megvan, annyi, hogy a tekétől maga nincs ugye mindenki, nincs a nagy közönségnek a szórakozására bocsátva. Tehát ez a hétfő keddek, meg a szombatonként, amikor tudjuk, akkor mi szeretnénk ilyeneket szervezni, hogy mindenki el tudja jönni ide és kipróbálni. A nagy érdeklődése való tekintettel a program kezdete előtt már napokkal minden szabad időpont elkelt. Teltházzal zajlik, tehát az esemény az ASE sportcsarnok mögött található tekézőben. Az érdeklődőket június 8-án pénteken 8 órától 22 óráig, valamint másnap ugyanebben az időintervallumban várja a Paksi Piros-Kék Klub tekeszak csoportja. Szerdán este erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor előfordulhat, a keleti szél időnként megélénkül, viharos széllökések is lehetnek, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 fok körül alakul. Csütörtökön erősen megnövekszik a felhőzet, kevés napsütés valószínű, zápor várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Nézzenek továbbra is minket, ugyanis a Híradó után a Közélet közelről című műsorunkban az idei Schiller Fesztivált foglaljuk össze. Viszontlátásra!